polgármesteri tájékoztató. Lesz csiszta jut? Változások az alapszolgáltatásnál. Átalakítások a gimnáziumban. Új konyha és labor készül. A bölcsöde új szolgáltatásokat kínál. Az aradi vértanúkra emlékeztek. Koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke előtt. Elkezdődött az októberi idősek hónapja rendezvénysorozat. Összegyülekezési nap. Az evangélikus közösség közéleti napot szervezett Fonyodon. Október az idősek hónapja, ebben az évben is új meglepetéssel programokkal készültek az idősek számára. Ezentúl a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint intézmény életében is változások történtek. Mik ezek a változások? Képviselőtestületünk nagy gondot fordít mindig az idősekre, nem csak az idősek hónapja alkalmából, hanem az Alapszolgáltatási Központ megpróbálja a legjobban kiszolgálni őket, egy olyan szolgáltatást nyújtani, amivel az idősek is elégedettek, és a városban lakók megelégedésére szolgál. Ezt a feladatot látja az Alapszolgáltatási Központ, és hát természetesen igyekszünk mindig minden lehetőséget kihasználni, hogy minél több forrást biztosítsunk az idősek ellátására, hogy az önkormányzatnak, az adófizetőknek minél kevesebb pénzébe kerüljön. Ezért is pályáztuk meg a jelzőrendszeres szolgáltatást, és pályázati pénzből finanszírozzuk, illetve a mostani jogszabályváltozások következtében a társulást, ami a Fonyód Balatonfenyvesi Alapszolgáltatásnak volt a társulása, jogi személyiségű társulással alakítottuk. Így az alapszolgáltatás életében egy olyan változás történik, hogy nem a Fonyódi Önkormányzat lesz a fenntartója az intézménynek, hanem a Fonyód Balatonfenyvesi Társulás, aminek a két polgármester a tagja. Ezért a jogszabályi változásoknak köszönhetően átalakítottuk ezt a társulást, jogi társulásra, és így a normatívákat, a finanszírozást a társulás fogja ellátni. Ez azért jobb, mint hogyha az önkormányzat látná el, mert több normatíva jár a társulásokra, mint hogyha csak maga az önkormányzat látja el. Ami még érdekessége, hogy sajnos pont ebben az időpontban hagyott itt bennünket az alapszolgáltatás vezetője, Druskóczi Tünde, és hát családi okok miatt költözött vissza Budapestre, és hát egy darabig vártunk még, hát ha visszajön, szerettük volna, hogyha visszajön, de úgy néz ki, hogy a társulás megalakulása után az intézményvezetői pályázatot is ki fogja írni a társulás. Térjünk is hát a következő témára. Információink szerint a bölcsőde új szolgáltatást készül bevezetni. Mi ez a szolgáltatás? Igyekszünk minél jobban ellátni a fonyódiakat, és minél több szolgáltatást nyújtani, nem csak az idősek, hanem a legkisebbek terén is. Ezért az intézményvezetője kitalált egy olyan lehetőséget, hogy a hét több napján, mondjuk 9-től 12-ig, vagy 8 órától 12-ig kisgyerek megőrzött, csecsemő, illetve kisgyerek megőrzött nyitnának, illetve foglalkoznának a gyerekekkel az alatt az idő alatt, amíg esetleg a kismamák el tudnák intézni ügyes-bajos dolgaikat, gondolok itt bevásárlásra, kozmetikusra, fodrászra, és akkor nem kellene másra bízni, hanem egy szakcsoportnak a gondozására bízne a gyerekét, egy minimális összeget kérne el ezért az intézmény. Ezt inkább egy plusz szolgáltatásnak szeretnénk nyújtani, és a jövő héten fogja bedönteni a képviselőtestet, hiszen az önkormányzatnak is valami finanszírozást kell azért hozzátenni, de szeretnénk, hogyha ez megoldott lenne a településen, és úgy gondolom, hogy lenne rá igény, hogy egy ilyen gyerek, illetve kisgyerek, illetve csecsemő megőrzést a bölcsőde vállalna, ezáltal is segítve a kispamáknak a beilleszkedését, illetve a további társadalmi életét. A következő témánk egy hát már régóta húzódó történet, több mint 30 éve várnak a fonyódiak a csiszta útra. Láthatóan munkálatok is folynak a helyszínen. Lesz-e csiszta út, mik ezek a munkálatok?
Igen, hát nagyon régóta várnak a fonyódiak a Csiszta útra, de nem csak a fonyódiak, hanem az üdülő tulajdonosok és a ide látogató turisták. És főleg, hogy a tavasszal egy komolyabb fejlesztésen esett át a Csiszta fürdő, ezért is gondoltuk úgy, hogy nagyon fontos lenne a város számára, ha ezt az utat rendbe raknánk, megépítenénk. Régóta várunk pályázatokra, hogy pályázatok az ilyen összekötő, kisebb, rövidebb szakaszú összekötő utakat támogatják, azonban ezek a pályázatok elmaradtak, sajnos út fejlesztésre továbbra sincsenek pályázatok, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy önerőből megfinanszírozzuk. Sajnos nem egy rendes aszfaltozott út kerül megépítésre, vagy felújításra, inkább azt mondhatnánk, hiszen ez egy régi út, csak eléggé járhatatlan volt. Így most egy 30-40 centi emeléssel, kőzuzalékkal, és a tetején egy ilyen mart aszfaltszerű zuzalékkal és egy ilyen meddős réteggel egy olyan stabil utat építetünk, amilyen személyautóval és kerékpárral is jól lehet közlekedni. Nagy valószínűséggel ezt még egyeztetjük a földtulajdonossal, Hubertus RT-vel, illetve Buzsáki polgármester úrral. Nagy valószínűséggel a teherautókat nem fogjuk ráengedni, tehát a személyautók, maximum kis teherautók tudnak rajta közlekedni. Én úgy gondolom, hogy ez a két település közötti kapcsolatot is szorosabbra fűzheti, gondolok itt Buzsák és Fonyód kapcsolatára, és hát remélhetőleg minél több fonyódi is ellátog a Csiszta pusztára, és hát az üdülő tulajdonosok is nagyon örülnek neki. Épp tegnap az idősek napja kapcsán beszélgettünk erről, és mindenki nagyon örül neki, és kérték, hogy egy buszjáratot vagy valami járatot is indítsunk, hogy el tudjanak menni ők is. Ezen is gondolkodunk, és ezt is szeretnénk megoldani. Tavaszra mindenképpen. A gimnáziumban is átalakítási munkálatok folynak. Milyen átalakítási munkálatok ezek? A gimnáziumban jelentős változások történtek ugye január 1-től, illetve április 2-ától az önkormányzatunk visszakapta a működtetést, illetve az ott már folyó laborfejlesztési projektet is megkapta az önkormányzat. Elég gyerekcipőben volt még akkor ez a laborfejlesztési pályázat, és sajnos ezt a gyerekbetegségét hordozta is magába, hiszen maga az építkezés az megtörtént, azonban még a támogatási szerződés nem lett aláírva, viszont a héten aláírásra került, így nyugodtan tudom már mondani, hogy az átépítés kapcsán az eszközbeszerzések, a laboreszközök beszerzései és maga az építkezés is jó ütemben halad, illetve most újra lendületet kap, és remélhetőleg év végére be is fog fejeződni. Ez egy nagyon fontos lépés a gimnázium életében, hiszen mind a kémiai, mind a fizikai kísérleteknek a jelentős részét eddig elég mostoha körülmények között tudták lefolytatni a gimnáziumban. Ezzel viszont egy újabb, olyan plusz képzést tudunk adni az idejáró diákoknak, ami az iskola jó hírnevét növeli. Ennek kapcsán aztán igazgatón sok ötletet talált ki, a kispostát, mivel már nem használják, átalakítjuk, és ott le fog költözni a könyvtár. A könyvtár helyére egy tanterem, illetve mivel a konyha átalakítása is elkezdődött, ugye régóta vártuk már, hogy a gimnázium konyhája az önkormányzathoz kerüljön, nagyon ráfért egy teljes átalakítás, és mivel a Konyha Kft. Fogja üzemeltetni a büfét és a konyhát is, ezért a büfé is beköltözik a konyhába. Ezen kapva igazgatónő kérte, hogy ott alakítsunk ki egy számítástechnikai termet a büfé és az előtereinek a helyébe, ugyanis egyre több helyigénye van az osztályoknak.
és ennek eleget téve reméljük, hogy ez az átalakítás meg fog történni. A konyha átalakítása, amit már régóta terveztünk, csak idén áprilisban kaptuk meg, egy nagyon régi rossz vezetékkeléssel, mármint szennyvíz és elektromos vezetékkel ellátott régi eszközökkel működő konyha volt. A Konyha Kft. Egy pályázatot, bocsánat, az önkormányzat egy pályázatot nyújtott be a LEADER pályázatokhoz, ahol 20 millió forint támogatást nyertünk a konyhának a felújítására, és a Konyha Kft. Eszközbeszerzések kapcsán 8-10 millió forintot költ új eszközökre, úgyhogy a városnak várhatóan november közepére egy modern új konyhája lesz a nagy közönség számára, hiszen továbbra is onnét fogjuk lellátni majd az időseknek az étkeztetését, illetve hát a lakosságnak a ebédeltetését, és ezt szeretnénk egyébként majd kibővíteni egy vacsoráztatással, és egy olcsóbb kategóriájú vacsorát biztosítva ezzel a fonyódiaknak és az ide látogató turistáknak. Köszönjük szépen a tájékoztatást! A Fonyódi Kulturális Intézmények nevében tisztelettel köszöntöm Fonyód polgárait hazánk Nemzeti Gyásznapja alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Ezen a napon az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc mártír hőseire az aradi vértanúkra emlékeznek országszerte és a világ minden táján. A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola részfúvós együttese Cidra László Lassú Magyar Tánc című művét adja elő. Kérem Erdei Barnabás gimnáziumi tanárt, önkormányzati képviselő urat, mondja el megemlékező beszédét. Tisztelt emlékezők, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy akkor, amikor fejet hajtunk az aradi mártírok, a kivégzett tábornokok emléke előtt, engedjék meg, hogy én itt most a hangsúlyt egy olyan hősre helyezzem, aki szűkebb hazánkban, Somogyországban próbálta kivívni a szabadságot, és mindezért az életét is feláldozta, hiszen a Habsburg hatalom akasztófára juttatta, immár 160 esztendeje. E kerek évforduló is arra kötelez minket, hogy emlékét megőrizzük, és ápoljuk szellemi örökségét. Talán kitalálták már, hogy a nem csak megyénkhez, hanem városunkhoz is kötődő, Somogyország legendás hírű, haláláig meg nem alkuvó, lelkes vezéréről van szó, a fiatal Noszlopi Gáspárról.
Noszlopi Gáspár Újvárfalván született 1820-ban. Csurgón, Kaposváron és Pesten tanult. 1839-től a pápai református iskola joghallgatója. 1845-ben ügyvédi vizsgát tett, 1846-ban szolgabíróvá választották, 1848-ban nemzetőr tisztként harcolt Jelasics ellen. 1849. februárjában Antal bátyjával együtt tervet dolgozott ki a Dél-Dunántúl felszabadítására. A tervet elfogadták, és a két testvér 1849. áprilisában hozzáfogott annak kivitelezéséhez. Három hónapra felszabadították Somogy vármegyét, Noszlopi Dél-Dunántúl teljhatalmú biztosává nevezték ki. 1849. július végén Komárom felé vonultak vissza. A kisfaludi gőzhajó segítségével, 3000 emberével sikeresen átkelt a Balatonon és Veszprémben táborozott. Katonáinak egy része egészen Komáromig jutott. A fegyverletétel után bújdosott, 1850. áprilisában azonban elfogták, és Pesten hadbíróság elé állították. Az ítélethozatal előtt megszökött. A Bakonyban szabadcsapatokat szervezett, de 1852. novemberében Pesten árulás következtében ismét elfogták. 1853. március 3-án reggel egy ezrednyi fegyveres biztosítása mellett kivégezték. Életének utolsó percében is bátran vállalva cselekedetét, szembenézett a halállal. Noszlopi Gáspár utolsó gondolata a magyar függetlenség, a szabadság volt. Így búcsúzott barátaitól. Engem felakaszthatnak, de a szabadságot nem. Annak fája a mi vérünkből fog felnőni. Így került azután sok megdicsőült mellett ő is vértanúnak az akasztófára. Noszlopi Gáspárnak nem kevés köze volt Fonyódhoz, bizonyíthatóan járt itt bújdosása idején. Hazaküldött egyik 1850 márciusában keltezett levelében reménykedéssel írta, hogy ha újra sikerül felemelniük a szabadság zászlaját, akkor idézem, várat építetek majd Fonyódon, és Somogyban főispán leszek. A levelét megelőzően nem csak ő, hanem testvérbátyja, Noszlopi Antal is említést tett naplójában Fonyódról, amikor 1849. szeptemberében közösen Fonyódra érkeztek, s a fonyódi várhegy hadicélra történi hasznosításáról értekeztek. Hazatérő útjaira a Bakonyból indult, Diszerről, Zánkáról, s nyilván oda is tért vissza. Diszel pedig a szigligeti lengyel uradalom közelében levő egyik falu, ahová a legközelebbi átkelés a fonyódi réven vezetett. Abban az időben a fonyódi rév, korabeli térképek is erről tanúskodnak, a várhegy alatt a mai Béla-telepi vasútállomásnál volt. A Somogy megyei Újvárfalván a szülőházában múzeumot létesítettek, Balatonfüreden emléktába jelzi azt a helyet, ahol 1849. augusztus 9-én szabad csapataival partra szállt. Utca, kilátó, völgy és forrás viseli nevét. Noszlopon, a temetőben kopjafa őrzi emlékét. A hős Noszlopi Gáspár a magyar szabadságharc egyik legtiszteletre méltóbb alakja. Ha ő megemlékezett Fonyódról, kétségtelen, hogy az akkor még szinte ismeretlen puszta valóban nagy szolgálatot tett neki. Nevének méltó megörökítése Fonyód város egyik jövendő, kegyeletteljes kötelessége. Legyen áldott Noszlopi Gáspár emléke. Az 1849. augusztus 9-én
A temesvári csatában csapataink döntő vereséget szenvedtek a Hajnau vezette Habsburg hadaktól. A csatát követően rengetegen hagyták el a sereget, sokan hadifogságba estek. A megmaradt, körülbelül 30 ezer főnyi hitét vesztett katonaságunk, összesen körülbelül 45 ezer töltényel és ágyú nélkül nem vette fel a harcot a 400 ezres ellenséggel szemben. Augusztus 11-én Kossuth lemondott a hatalomról, és azt Görgeire ruházta át. Görgei a kapott hatalmat arra használta föl, hogy mentse, ami menthető. 1849. augusztus 13-án világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert, Rüdiger orosz tábornok előtt abban bízva, hogy méltányosan bánnak majd a főtisztekkel, tisztekkel, hadifoglyokkal. Azonban nem így történt. Miután október elején az utolsó védő is elhagyta a komáromi erődítményt, Hajnau Ferenc Józseftől szabad kezet kapva, addig nem látott bosszú hadjáratba kezdett. 100-nál több kivégzést hajtottak végre, ezreket börtönöztek be, 10 000 jövőit tették bizonytalanná. A nemzetközi gyakorlat szerint a hadifoglyokon, különösen a tiszteken nem törölték meg a sérelmeket. Ebben bízva a katonai vezetők jó része, még Görgei is Magyarországon maradt. A Habsburg kormányzatnak azonban más tervei voltak. Meg akarták mutatni az alattvalóknak, hogy mi vár a királlyal szembefordulókra. A II. Bécsi forradalom első évfordulóján, október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt és Aradon a 13 főtisztet. Aulik Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Láner György, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltember Gernő, Török Ignác, Vécsei Károly, Kötél Áltari halál, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Lázár Vilmos, Svejdel József, Golyó Áltari halál. Vannak dolgok, amelyet egy magyar embernek illik tudnia, ismernie. Ilyen a himnusz, ilyen a szózat, ilyen az első felelős kormány, és ilyen az aradi vértanúk névsora is. Ezek az emberek azért áldozták életüket, hogy mi szabadságban élhessünk, hogy magyarul beszélhessünk, tanulhassunk, hogy hazánkat a nagy nemzetek soraiba emeljék. Köszönettel és hálával hajtsunk fejet áldozatuk és emlékük előtt. Ez a legkevesebb, amit meg kell tennünk. Aranyosi Ervin az aradi vértanúk emlékére. Szabadság, mit legyűrt a zsarnok. Egy nép, mely gyászol és ünnepel. Temetni jöttünk és siratni, de e nép többet érdemel. A gőg s a túlerő legyőzött, de büszke népünk fennmarad. Ők 13-an ott nyugosznak, nem népünk sírja letarad. Ha hűvös őszi éjszakákon a csillagokat kémleled, 13 ragyogó csillag felülről őrzi népedet. Hibáinkból tanulni kéne, mert megbűnhődte már a nép, s a hűvös őszi éjszakákon érezd a hősök tekintetét. Jaj, de szépen süt az őszi napsugára, az aradi várbörtönnek ablakára. Szárnyazta 13 magyar vitézt, ki a tömlőc fenekén a halálra kész. Elítélték sorban mind a 13-at, szőttek fontak a nyakukba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Uram Isten, az ítélet akasztófa, mint ha rablók úton állók lettek volna, mint ha méltók nem volnának egy lövetre, katonákhoz, férfiakhoz illő végre. Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője,
viruljanak sírjagyikon vérvirágok. Felejthetetlen légyen az ő haláluk. Viruljanak sírjagyikon vérvirágok. Felejthetetlen légyen az ő haláluk. Segítenek nekünk, gyakran értünk jönnek az iskolába, vigyáznak ránk, játszanak velünk, amíg a szüleink haza nem érnek. A nagymama mindig a kedvenc ételünket főzi, a nagypapa barkácson megjavítja a játékainkat. S ezernyi csodás történetet mesélnek nekünk, hogy milyen volt anya és apa gyerekkorában. Ma, október 1-én az idősebb világnapját ünnepeljük. Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündésem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, az általános iskolások műsorát a méltán híres operetténekes páros Tóth Éva és Löbang Győző műsora követte. Közel egy órás operettest után a szervezők minden megjelentett megvendégeltek egy finom vacsorára és desszertre is. A vacsora elfogyasztása közben mindenkinek lehetősége nyílt ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre és a rég nem látott ismerősök üdvözlésére. A rendezvénysorozat megrendezését hagyományosan egy városi összefogás is segíti. A Fonyódi Kulturális Intézmények immár hagyományosan hosszú évek óta bekapcsolódik az idősek hónapja Fonyódi rendezvényeinek a megszervezésébe és lebonyolításába. A kulturális intézmény ugye a kulturális programokat szervezi elsősorban, ez történt meg október 1-én is, amikor a gimnázium aulájában egy egyórás operettestet adott Löblan Győző és Tóth Éva, mondhatni nagyon nagy sikerrel, hiszen hát ők a operett utazó nagyköveteiként is szokták őket emlegetni, hiszen járják a világot, járják a magyarok lakta területeket, Amerikától, Ausztrálián, Kanadán át mindenfelé, eljöttek hozzánk, és egy nagyon jó hangulatú estet adtak nekünk.
ez az est igazándiból a város intézményeinek az összefogásával valósulhatott meg, hiszen az alapszolgáltatási központ is nagyon sokat tett ennek a rendezvénynek a sikeréért, hiszen az ottani idősek is eljöttek hozzánk, illetve az általános iskola adott műsort, tehát egy igazi összefogás eredménye volt ez. A városüzemeltetési szervezet pedig hát a teremnek a berendezésében segített. Ezen kívül a program végén egy vacsorára is sor került, ha jól tudom. Így van, és akkor itt egy újabb fonyódi intézményt kell megemlíteni, a Konyha Kft., akik hát egy nagyon jó vacsorával és süteménnyel készültek. Nem csak a város intézményei, a képviselőtestület is szívügyének tartja az idősek megbecsülését. Mi, akik az 50-es korosztályúak vagyunk, főleg a képviselőtestületben, mi jobban átérezzük, úgy gondolom, hiszen a mi szüleink is ebbe a korosztályba tartoznak, és ez a generáció, akik most itt vannak, ők egy elég viharos időszakot éltek át, hiszen sokan megélték az első világháborúnak a borzalmait, illetve aztán a kommunizmus időszakát, a padlássöprések időszakát, majd aztán jött egy lájtosabb rész, és aztán a rendszerváltás, ahol óriási sok változás van, és hát ezt nehéz feldolgozni azért egy 60-70-80 éves embernek, és a mai változásokat is nehezen dolgozzák föl, és egyébként is ugye, aki megöregszik, idősebb lesz, annak nagyon fontos, hogy valaki segítse az otthonában, és nem otthonba kell dugni a szülőket, hanem igyekezni kell az önkormányzatnak biztosítani az eddig megszokott környezetében a megélhetését, azt, hogy segítjük, a lakását kitakarítjuk, hogy fát viszünk be neki, hogy bevásárolunk, hogy ebédet viszünk neki, és hát ezekkel a szolgáltatásokkal próbáljuk a komfortérzetüket javítani. Hogyan értékeli az alapszolgáltatás munkáját? Az elmúlt időszakban egyre jobban végezte az alapszolgáltatás szerintünk a munkájukat. Nagyon fontos volt a jelzőrendszeres segítségnyújtás, ami egy biztonságot adott az időseknek. Erre folyamatosan pályáztunk, pályázati pénzből tudtuk fenntartani, és több gondozóval közel 150-200 embert gondoztak a területünkön, és ez nagyon fontos, hogy ezek az emberek a saját otthonukban jól érezzék magukat, és segítsük a napjaikat, a mindennapjaikat, és hát ünnepnapokon pedig egy olyan plusz szolgáltatást nyújtsunk nekik, mondjuk karácsonykor, hogy ne érezzék magukat egyedül otthon, illetve olyan rendezvényeken, amiket az önkormányzat szervez, azokon részt tudjanak venni, behordják az időseket a rendezvényekre, illetve próbálják őket szervezni, kirándulni, ugye csütörtökön lesz egy hajókirándulás, ami reméljük, hogy jó időbe fog telni, és hát így az idősek is egymásra találnak, beszélgetnek, a régi emlékeket fölhozzák, és megbeszélik egymással, és ezzel is szebbé tesszük a napjaikat. A nyitó rendezvény után további programok várták az időseket. A szintén nagy hagyományokra visszatekintő hajókiránduláson Szőcs Mihályné képviselőasszony tolmácsolta a képviselőtestület jó kívánságait. Szeretettel köszöntök minden nyugdíjas társamat, a polgármester úr és a képviselőtársaim nevében. Ugye munkanap van, ők dolgoznak, csak dolgozzanak, és kívánok mindenkinek nagyon jó utat. Jó, szép időnk van, biztos nagyon jól fogják magukat érezni, és majd az elkövetkező napok színvonalas és szép programjain is remélem még találkozunk, és érezzék jól magukat, érezzétek jól magatokat.
Hát én mind a két programról azt tudom elmondani, hogy nagyon jó visszhangja volt. A visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy jól sikerült, és hát továbbiakban is így próbáljuk majd megszervezni a következő évek rendezvényeit. Jól érezték magukat, polgármester úr is eljött a keddi programra, és saját maga is tapasztalhatta, hiszen nagyon sokat beszélgetett a ott lévőkkel, hogy mindenki szerintem jól érezte magát. Milyen programra lehet még számítani a közeljövőben? Hát a további programokat leginkább az alapszolgáltatási központ szervezi, majd színházlátogatás, illetve különféle klubfoglalkozások lesznek. Majd erről készült egyébként egy szórólap, és erről bárki tájékozódhat. Az idősek hónapja rendezvény sorozatról további tájékoztatást a kulturális intézményektől, illetve az alapszolgáltatási központban kaphatnak. Erős várom Istenünk! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a negyedik összegyülekezési napunkon, itt Fonyódon a protestáns templomban, az evangélikus Isten tiszteletünkön. Nagy szeretettel köszöntöm Hidvégi József polgármester urat. Isten hozta közöttünk. Együtt ünnepelhetünk ezen a mai napon. Isten hozta Zsíros András lelkész urat, a gyülekezetünk korábbi lelkészét, aki itt van ma velünk, hogy ezen a napon is, aminek a célja tulajdonképpen ennek a mai napnak is, hogy találkozunk egymással, hogy erősítsük egymás hitét, reménységét. Isten hozta közöttünk Mátré Zoltán felügyelő urat, és mindenkit, akik nem Fonyódról érkeztek. Isten tisztelettel kezdődik a mai úrvacsorás, Isten tisztelettel kezdődik a mai napunk, és majd 3.11 órakor folytatódik lent a kollégiumban, oda is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelenleg egy kis délbékési faluban, Medgyesegyházán szolgálok, ami nekem egyébként a szülőfalum. Oda vetett az élet, ami egy különleges szolgálat, hogy az egykori szülőfalumban most lelkészként kell, hogy megálljam a helyemet. Nem könnyű, de nagyon nagy megtiszteltetés, illetve nagyon nagy erőpróba is, és izgalmas feladat, hogy az egykori családtagok között hogyan tudok lelkészként szolgálni. Én bízom abban, hogy azok a tapasztalatok, amik itt a fonyódi környéki gyülekezetekben számomra adódtak, illetve aztán a későbbi szolgálati helyemen, a Hittudományi Egyetemen egyetemi lelkészként, azokat tudom használni egy kicsiny faluban is, a közösségépítés terén. Vannak erre már utaló pozitív jelek, de ez egy hosszú folyamat, amihez sok türelem kell. Én bízom abban, hogy hamarosan megláthatjuk majd az eredményét ennek is. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. A 118. Zsoltárban olvassuk ezeket a szavakat. Ezzel az igével köszöntöm nagyon sok szeretettel én is a testvéreket Fonyódról és a környékből. Egykori gyülekezetem tagjait jó újra látni és jó újra visszajönni, ha még csak egy ilyen látogatás erejéig is. De köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy egy kicsit ismét hazajöhettem, és most az ige szavával újra megszólíthatom a testvéreket. Adja Istenünk, hogy valóban magasztalássá váljon ma az, ami itt elhangzik, és az együtt létünk Isten felé szóló dicséretté váljon, hogy az Isten tisztelet és annak minden szava értő fülekre és érző szívekre találjon, hogy ebből így éljünk és vigyünk haza magunkkal valamit, a találkozás élményét és azt a közösség élményt, hogy valóban együtt formáljuk Isten gyülekezetét, és bárhonnan is érkeztünk, mégis mindannyian Jézushoz tartozunk. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy az egykori gyülekezetembe újra visszajöhettem, illetve egyáltalán megtisztelő volt, hogy még emlékeznek rám, hogy gondoltak rám is. Örömmel jöttem vissza, hiszen mindazok az emberek, akikkel most az Isten tiszteleten találkoztunk, azokkal személyes kapcsolatom volt az alatt a kb. 3 év alatt, amíg itt szolgáltam, és jó volt velük újra találkozni. Ugye az egész napnak a találkozás napja volt a címe, és én próbáltam erre erősíteni az igehirdetésnek a főüzenetét is, hogy a találkozásban éljük át a Krisztussal való közösséget, és nem az egyenkénti Krisztussal való kapcsolatunkat kell elsősorban ápolni, hanem Jézust a másik emberen keresztül, a testvéren, a gyülekezet másik tagján keresztül érhetjük el. Önmagában senki sem lehet igazából keresztjén, hanem egy közösség tagjaként. Sokkal erősebb a közösség, mint az egyén maga, hiszen számos olyan gyengeségünk van, amiben mások viszont erősebbek lehetnek,
és így egy közösség tagjaként mi magunk is hasznosabbnak érezhetjük magunkat, hogyha mi a kicsiny tehetségünkkel hozzájárulhatunk a társadalom vagy a szűkebb közösség tagjaihoz. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos abban is, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, és a, hova tovább a boldogságunkat is megtalálhatjuk egy közösség tagjaként. A Galileából való asszonyok a hét első napján, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között, az élőt? Ez Isten igéje. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy súlyos kérdés feszül ma elénk ennek a két fénylő ruhában álló férfinak a szájából. Mit keresitek a holtak között, az élőt? Úgy is kérdezhetnénk, mai szóhasználattal élve, hogy mit kerestek itt? És ezt a kérdést ma mindannyiunknak feltehetjük. Először is feltehetjük nekem, mit keresek én itt? Mit keresek én itt? 4 éve elmentem innen, mit keresek én itt? Biztos nagyon jól el vagyok az új gyülekezetemben, meg amit azóta már még egyszer lecseréltem, már 2 másik gyülekezetben. Mit keresek akkor én itt? De ugyanígy feltehetjük ezt magunknak is. Mit keresek én itt? Hiszen mondjuk Balatonboglár az én gyülekezetem, vagy Balatonfenyves. Mit keresek akkor én itt Fonyódon? Vagy feltehetjük azt polgármester úrnak, mit keres itt a polgármester, hiszen ő református. Mit keresünk mi itt? Mit keresünk? Az Úr Jézust keressük talán? Azért jöttünk, hogy az Úr Jézussal találkozzunk? De hiszen ő nincsen itt. Sokszor mondjuk azt a templomra, hogy az az Isten háza, ahol Istennel, Jézussal lehet találkozni. De ez nem biztos, hogy igaz, hogyha azért jövünk el a templomba, hogy Jézussal találkozzunk. Mert akkor úgy fogunk járni, mint ezek a galileai asszonyok, akik jó előre előkészültek, hoztak magukkal illatos kenetet, mindenfélét, ami kell majd a temetési szertartás befejezéséhez, és ott szembesülnek a bejáratnál azzal, hogy nincs ott az Úr Jézus. Kedves testvéreim, ha ilyen lélekkel jövünk a templomba, teljesen mindegy, hogy hová, Fonyódra, Balatonboglára, Balatonfenyvesre, Medgyesegyházára, Budapestre, oly mindegy, ha azért megyünk oda a templomba, hogy Jézussal találkozzunk, csak nem biztos, hogy megtaláljuk. Földre szegezett, tanácstalan tekintetünkkel hiába kutatunk, nem fogjuk megtalálni az Úr Jézust, és két fénylő ruhában álló ember lesz talán csak a legtöbb, amivel találkozunk, akik megszégyenítő módon kérdezik meg tőlünk, hogy mit kerestek ti itt? Mit keresünk mi itt, testvérek? Azért jöttünk, hogy az Úr Jézust lássuk ezen az oltárképen, vagy magunkhoz vegyük majd az úrvacsora szentségében. Mit keresünk mi itt? Hát hol van az Úr Jézus? Fonyódon? Balatonbogláron? Lellén? Hácson? Somogyvámoson? Vagy az ország bármely más területén? Nem igaz. Jézus nincs ott a templomban. Nem azért kell eljönnünk a templomba, mert Jézus ott van és ott vár ránk. Azért kell eljönnünk a templomba, mert a templom a találkozás helye. És akkor fogjuk jól érteni a célját az Isten tiszteletnek, hogyha magunkra, mint gyülekezetre tekintünk, akik összegyülekezünk. És ha ezért jövünk el a templomba, hogy összegyülekezzünk, akkor fogjuk megtalálni az Úr Jézust.
Én azt gondolom, hogy nem pusztán az evangélikusoknak, hanem minden fonyódinak, minden Balaton környékinek, illetve mindenkinek az országban, illetve az egész világon fontos, hogy ott legyen a tudatában, hogy nem egymaga kell, hogy élje a mindennapjait, hanem egy közösség tagjaként kell, hogy részt vegyen a mindennapi életben. Én kívánom azt, hogy mindenki megtalálja a maga helyét a szűkebb, tágabb közösségen belül, és így élhesse át azt, hogy ő is tartozik valahová. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit mai találkozásunkon, és nagy szeretettel bemutatom de külön testvérünket, aki Balatonnelléről érkezett, évtizedekig pedagógusként dolgozott, többek között testnevelés tanárként is, és azt kértem Fülöptől, hogy picit beszéljen nekünk egy 5-10 percen arról, hogy milyen nagyon praktikus lehetőségek állnak a rendelkezésünkre otthon, hogy picit mozogjunk. Hogy nyugdíjasként is, vagy már pár éve nyugdíjasként is tegyünk valamit az egészségünkért. A mai túl modernizált életünkben az embereknek a nagy része nagyon, nagyon keveset mozog, és ez kihatással van az emberek egészségére. A lényeges lenne tulajdonképpen az, hogy az emberek többet mozogjanak. Két gyakorlati példát tudnék mondani. A szív- és az érrendszer betegségek megelőzésére nagyon jó volna, ha mindenki naponta fél órát, 30 percet áldozna az életéből arra, tehát amit mozgással folytatna. Ez a mozgásforma bármilyen mozgásforma lehetne, bármilyen helyiségen, bármilyen környezetben. Vagy egy másik lehetőség, hogyha hetente háromszor nagyon intenzív mozgással eljutna a szív és a pulzus munkájának a duplájára, teljes szervezetet meg kell terhelni, úgy szoktuk mondani ezt, hogy a kiizzadásig. Ezzel nagyon sokat tennénk az egészségünk megvédésére, vagy pedig egy kicsit a javítására. Mindenki tudja azt, hogy a magyar ember az nagyon szeret túl fűszeresen és zsírosan étkezni. A zsíros étkezésnek nagyon káros hatása van a szív és az érrendszerre, és a testsúlygyarapodás, ez nagyon sok betegséget idéz a szervezet számára. Ki kellene váltanunk ezt a helytelen szokásrendszert, például zöldségfélék fogyasztásával, és több halfogyasztás, és akkor ezáltal sokkal egészségesebb lenne az életünk. A rendszeres testmozgás és a táplálkozással tulajdonképpen az ember magának a teljesítménye, a gondolkodása, a viselkedése, a szokásrendszere, tehát az egész ember egy pozitív beállítódásra fog ráállni, és így tulajdonképpen a közösségnek, a településnek, az egész társadalomnak hasznos tagjává válik. A gyülekezetünkben most már negyedik éve rendezzük meg az összegyülekezés napját. Ez azt jelenti, a gyülekezetünk elég nagy területen fekszik, tehát több tucatnyi település, kisvárost, falut foglal magába, és negyedik éve mindig más helyszínen próbáljuk megrendezni az összegyülekezés napját, abban reménykedve, hogy ott a helyi evangélikusokat és érdeklődőket egy picit összehozza, picit megmozgatja, és most idén Fonyód volt tulajdonképpen a célpont. Általában ezeknek a napoknak a tematikája majdnem mindig ugyanaz. Meghívunk egy volt lelkészünket, ahogy ma is tettük. A délelőtti istentiszteleten Zsíros András korábbi lelkészünk szolgált közöttünk, és délután pedig előadásokat, beszélgetéseket hallgathatunk meg vehetünk részt, attól függ nyilván milyen sokan, mennyi ember jön el. Ma délután dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora jött el közénk, illetve a magyarországi gyakorlati teológia, homiletika, gyülekezetépítés témakörében egy nagyon elismert szakember. És amit ma hallhattunk tőle, azt gondolom nagyon is aktuális, egy
És ezt most tényleg nem csak a mi gyülekezeteinkre gondolva, levetítve, hanem általában a kereszténységre nézve itt Fonyódon is óriási kihívások előtt állunk, mint evangélikus, református, katolikus gyülekezetek. Mindnyájan nyilván azzal a kérdéssel szembesülünk nap mint nap, hogy miként találhatnak meg bennünket kereső emberek, hogy válhatnak a gyülekezeteink mai szemmel egy olyan hely, ahova jó bejönni, ahova jó részt venni egy-egy alkalmon, ahol megtalálom a számításunkat. Azzal kezdeném az előadást, illetve azt a kis időtöltést, én inkább így nevezném, amit együtt töltünk el, hogy tanár úrnak az előadása szinte olyan volt, mint hogyha elolvasta volna az én kivételesen leírt kéziratos jegyzetemet, mert gyakorlatilag teljesen egy huron pendülnek a témák, és az is, amit én hoztam, az is nagyon közel van ehhez. De én legelőször tényleg köszönöm Istvánnak azt, hogy ide hívott, és itt lehetett most, hiszen ez mindig jó, és én mindig szeretem azt, hogyha gyülekezeti közösségben is adhatunk elő, és gyülekezeti közösségben találkozhatunk, hiszen azért a hét úgy zajlik a mi életünkben, hogy mi úgy elméletbe és kísérletbe kísérletezünk az egyetem falain belül a gyülekezeti életekkel. Az én tanszékemen és az én munkámon belül különösen is így van ez, amíg a feleségem is a hitoktatás terén és a katehetikai munka terén ugyanilyen kísérletező helyzettel van, és mindig egy külön izgalmas dolog az, hogyha az ember a valós gyülekezeti szituációba szólal meg, vagy a valós gyülekezeti szituációba beszélgetünk ezekről a témákról. Mi az, amit az előadásából kiemelne, mi az a téma, amit a legfontosabbnak tart megemlíteni? Én legfontosabbnak tartanám azt megemlíteni, hogy tulajdonképpen egy modern világban egy modern egyház hogyan él, és egy modern gyülekezet hogyan tud mozdulni ma, amikor elég nehéz közösségeket építeni és közösségeket létrehozni, és mi általában egy kicsit így elvontabban szoktuk megközelíteni ezt a kérdést. Én azért gondoltam erre itt most, hogy a gyakorlati oldaláról közelítsük meg, hogy hogyan lehet segíteni azt a fajta együttélést, amit például vidéki helyzetekben is, kisebb városokban, gyülekezeti szinteken meg lehetne teremteni. Tehát nem egyszerűen az istentisztelet hagyományos merev formáiba, hanem az azon kívüli életbe. Hiszen azt hiszem, hogy a lelkész képzésben most próbálunk átállni arra, hogy egyre több olyan gyakorlati jellegű képzést is beindítsunk, ami kimondottan azt segíti, hogy magához a közösségépítés végrehajtásában mit tud tenni egy lelkész ott, ahova kikerül. Nagyon sok ember kérdez rá arra, hogy mi az életének az igazi értelme, vagy hogy van a jövővel az értelmezése, hogyan tud családot alapítani, hogyan tud időseket gondozni, hogyan találja meg azokat a célokat, hogy itt Magyarországon vagy ebben a közösségben tudjon dolgozni, vagy életpályát találni, és azért elég sokszor durvaságokkal találkozik valaki szembe, vagy elutasítással, vagy egyáltalán kilátástalansággal. Na most itt az egyháznak mindig kell lenni egy szava, hiszen pont ezért idéztem a új pápának a gondolatait is, aki egyértelműen megmondta azt, hogy nem a jólétben élőkhöz, vagy nem a keresekhez, hanem pontosan azokhoz közelít, akinek a legnehezebb sorsa van ma a világban. És én azt hiszem, hogy itt az egyháznak a közösségépítés, az mindig ad egy olyan lehetőséget, hogy akik lecsúsztak, vagy félre sikerült életpályával rendelkeznek, vagy gondokkal küzdenek, ugye azonnak nyílik egy lehetőség valahova fölzárkózni. És ez nem egy olyan látványos fölzárkózás, de egy életmentő találkozás lehet azoknak a számára, akik egyébként elerőtlenedtek, vagy kilátástalanságba kerültek, és itt az egyháznak egy pozitív képet kellene nyújtania. Egy közösséghez való csatlakozás milyen pozitív hozadékkal járhat az egyénre nézve, az egyénre vonatkozóan? Én mindenképpen azt hiszem, hogy az egyik, amit leginkább profitálhat, egyfajta optimizmus, egyfajta derülátás, hogy az életemnek az útja hogyan megy tovább. Az egyház igazából a közösségeiben valahogy azt tanítja meg, hogy hogyan lehet megmaradni az életúton, és hogy lehet tovább tekinteni a holnapi napra, vagy a következő lépést, ez az egyik. A másik az egymáshoz való viszony az emberek között. Tehát ezt egyénileg hozom el szinte nyereményként, vagy pozitívumként egy egyházi közösségből, hogy bátrabban kezdeményezek kapcsolatépítéseket, bátrabban találkozom másokkal, baráti társaságok jöhetnek létre. Nem mindig csak ott magába az egyházi falakon belül, hanem akik ott találkoznak, azok egyéni úton is tovább mehetnek kisebb barátságokra, amit azért Nyugat-Európában, Észak-Európában nagyon sok egyházi közösség provokál és előhív, hogy emberek így mehetnek egymáshoz közelebb, tehát nem maradjon magára senki. Ugye ez is előkerült itt, hogy a magány és a közösség, hiszen
hihetetlen gyorsan tud menni az elmagányosodás, vagy az egyedülmaradás. És ez fiatalkorban ugyanúgy probléma, mint időskorban. Tehát én ezt abszolút nem arra értem, hogy az idős ember egyedül marad, vagy a kihaló falvaink helyzetében csak, hanem a legnagyobb városi összefüggésben is nagyon sok ember fiatalon egyedül marad, mert nem talál egy olyan társaságot, ahol ő valójában kibontakozhatna, és ahol ő ráébred arra, hogy ő neki milyen értékei vannak. Én szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy én egy olyan közösségbe tartozom, ahol megmutatják azt, hogy nekem mi az értékem, és én akkor sokkal inkább kedvel, meg derűvel, meg hittel nézek a jövőbe. Bonhoeffer így fogalmazta meg, aki a nap próbái után a keresztény családi közösségbe visszatér, az egyedüllét áldását hozza magával. Ő maga pedig a közösség áldását veheti ott ismét. Igazából ezt éljük át mindig, amikor az egyházban találkozunk. Amikor ide mi megtérünk, mindenféle értelemben betérünk, ide visszatérünk, a keresztény családi közösségbe visszatérni, az egyedüllét áldását hozza magával, és a közösség áldását veheti. Ám az egyedüllét ereje épp úgy, mint a közösség ereje, egyes egyedül Isten igéjének az ereje, amely a közösségben álló egyénnek adatik. Ez a lényeglátás. Ez is egy evangélikus sajátosság, amit örököltünk és megkaptunk, hogy ez ige ilyen értelemben tehet családiassá minket. Ez mindig ilyen találkozás. Találkozunk egymással. Ma is jöttek el, és voltak itt Szemesről, voltak itt Fenyvesről, Fonyódról, Balatonbogláról, Somogyvámosról, olyan emberek, akik egy évben lehet csak ilyenkor tudnak találkozni, de átélhetjük annak az örömét, hogy bár elválasztanak minket sok esetben 10-50 kilométerek, mégis egy közösséghez tartozunk. Hát nekem most ez a nap azért különleges, mert itt egy tanítványomnak a munkáját láthatom a gyülekezetben, hiszen Czöndör István nagyon kedves tanítványom volt 6 éven keresztül, közvetlen személyi titkárom volt a rektori munkámba, és ő mindig is akart gyülekezetbe dolgozni, és mindig is vágyódott oda, és én most nagyon örülök annak, hogy láthatom az ő munkájának az eredményét, és egy nagyon családias, megkit légkörű gyülekezetben lehetek együtt itt. Remélem, hogy lesz még folytatás. Én úgy tudom, hogy ez már a negyedik alkalom volt. Örvendetes, hogy egy folyamatban vehettem így részt, és remélem, hogy hosszú folytatása lesz ennek még, hiszen a Balaton környéki, dél-balatoni evangélikus közösségek jellemzően egy szorvány közösségből származó gyülekezet tagjai, akik a kis közösségekben a helyi szinten kénytelenek megélni a csekény létszámukat, de így összefogva egy erős gyülekezetté válhatnak. Fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el, hogy nem a kis falvak picin gyülekezetei vannak magukra utalva, hanem a környék gyülekezetei egy közösségként kell, hogy átéljék a Krisztusban való közösséget.